Na, visszatérve az előző, ugye beindult köztünk egy beszélgetés, és talán most egy ilyen kicsit ilyen felvezető jelleggel mondom. Tehát az történt, hogy azért kezdem előről, az történt, hogy a Tibornak van egy óriási nagy kijelentése, így mondom, 2023-ról, ő azt állítsa, és az igaz, amit a Tibor mond, Jézus is azt mondta, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát, nem az évet mondta, és erről a 2023-ról nekem így nem jött kijelentés Krisztus által, de az jött álomban nekem is már rég, még a kezdetek kezdetén, hogy láthattam azt, hogy elindult a vőlegény, hogy kikérje a mennyasszonyt. Van is egy ilyen videóm a YouTube oldalamon, akkor egy ószövetségi példán keresztül beszélgettek erről, az egészről, és a két prófétának a dolga az meg úgy jön ide, hogy nekem folytonosan Jézus azt mutassa meg, és mutatta régen is, hogy a illés lelkülete van bennünk, mert a kiáltó szó a pusztába, azt ott meg is mutatta annó nekem, a kiáltó szó a pusztába, ez azt jelenti. Tehát egyik nap is rávezetett arra, hogy János ki, és milyen lelkület van benne. Ezt akartam így felvezetőnek mondani, de a Tibor kijelentése az, azt mondom, hogy a puzzle darabokat, ha összerakjuk, az nem egy elvetendő dolog, tehát ez a 3,5 év akkor telik be. Ennyit akartam mondani, hát így felvezetőnek, hogy Jól van, neked mi. hát nekem is úgy tűnik, hogy ennek van értelme. Most persze, aki ezt hallja, ezt a beszélgetést, annak mindenképpen azt ajánlom, amit ajánl az Úristen mindig ajánlott számunkra, hogy vizsgáljunk meg mindent, és ami jó, azt tartsuk meg. Ugye, tehát amivel találkozunk, főképp ilyen témában, azt vizsgáljuk meg, és ami jó, azt tartsuk meg. Tehát akkor azt mondod, Tibor, hogy ez a 3,5 év, mert ugye azt mondja a jelenések könyve, hogy van az a 7 év, ami alatt zajlik maga az apokalipszis, gyakorlatilag. És körülbelül a 3,5 év után fog történni a két prófitának a halála, amiről beszéltünk korábban, a két olajtartó, vagy két olajfa, meg gyertyatartónak a halála, ugye. Az, hogy a két prófita el lesz hallgattatva, tehát még hogyha nem is hal fizikailag, de el lesz hallgattatva, ami azt jelenti, hogy tehát a két prófita, aki nem más, mint maga a mennyasszony, ugye, Istennek a gyermekei, a Krisztusnak a barátai, ők a 3,5 év után nem fognak tudni érvényesülni. Tehát aki olvassa a jelenések könyvét, nem tudom, most már pontosan ez melyik fejezetben van, azt hiszem a 14. fejezetben van, az láthatja, hogy a két próféta, aki az írás szerint feltetőleg János és Illés, ugye, az gyakorlatilag nem két személy, erről beszélgettünk egy korábbi videóban, hogy Isten nem elmondhatja Mózes. a két próféta. Hogy mondod? Nem Igen, Mózes. bocsánat, igen, igazad van, tehát Mózes és Illés. Igen, Tehát igen. tudjuk jól az írásból, hogy az evangéliumból, hogy amikor Péter és János és talán Jakab is elmentek Jézussal fel a nem tudom melyik hegyre, és megjelent Jézusnak a két próféta, Illés és Mózes, akkor hát az a két próféta van az új szövetségben, az evangéliumokban, akiről is szó van, ugye, mint a két próféta. És tudjuk jól, hogy Illésben meg Mózesben milyen szellemiség van, milyen szellemiség lakozott. Tehát azt mondták Jánosra is, ugye, hogy ő volt Illés. És persze ezt bizonyos helyeken úgy értelmezik, hogy János volt Illésnek a reinkarnációja. Persze tudjuk jól az írás szerint, hogy igazából János nem az Illés reinkarnációja volt, hanem Jánosban is, ugye a keresztelő Jánosban, az Illés lelkülete volt, az a lélek szólt, ugye, Jánosból is. És akkor abban a videóban, aminek az a címe, hogy Isten megmutatta ki a két próféta, jelenések könyve két prófétája, arról van szó, hogy mi fog történni
ezekben a napokban. És amiről Tibor itt beszélsz, az ugye az, hogy tulajdonképpen az a 7 év, amiről szól a jelenések könyve, az Apokalipszis, az elkezdődött a Covid-dal gyakorlatilag. Hát erről mondjad, bocsi. Tehát minden jel arra utal, ugye, hogyha ismerjük az írásokat, hogy az, ami megvan írva a jelenések könyvében, az most történik. Tehát az elején vagyunk mindenképp, de el van kezdődve. Persze. Tehát puzzle darabokat összerakva én nem vagyok egy nagy evangélium olvasó, ez tény. Tehát én a jelenések könyvét csak akkor olvastam, amikor a lélek rávezetett. De én nekem úgy álltak össze a puzzle darabok, amennyi megértésem jött a Tibor által is, meg emlékszel volt a cseh srác a Péterék által, akkor beindult köztünk egy ilyen közös megértés, és így fokozatosan álltak össze a puzzle darabok. Tehát a illés lelkületét azt én azért merem mondani, és ezt ki is merem jelenteni, ugye neked te ismersz még, tehát a kiáltó szó a pusztába nevezetű, ugye általad, tehát az Isten általad összehozott egy pár embert, amit maga Jézus Krisztus rakott össze, ezt is egyértelműen kimerem jelenteni, és nekem megmutatta, hogy működött ez az egész. És a Tibor, hogy sorozatba akarok menni egy kicsit, ez azért van, ez az illés lelkülete. A Mózes lelkülete is itt van a Földön, tehát vannak azok az emberek, akik a Mózes lelkületében vannak, ők is csinálják a dolgokat, lélek által vezetve vannak, és a Tibor által jött nekem az a megértésem, a 2023-at kiírta a Facebook oldalára, hogy akkor jön el az Úr, valójában a 7 évnek a fele, 3,5 év, tehát a Covid kezdődött 2020-ba, ugye, 21, 22 és 23, a dátumot és az időt nem tudjuk, hogy mikor lesz, melyik hónapban, de hogy biztos akkor áll be egy teljes sötétség az emberiség életében, vagy valahogy így van, ugye, jól tudom, Ati? Tehát a három profétának, vagy a két profétának a halála, bocsánat. Hát lehet akkor a fizikai két profétának, lelki is. Meg, tehát fizikai is lehet, mondjuk ez lelki is, nem mondhatjuk azt, hogy ez... Nem mondhassuk, így van, hogy csak egyik. Nem fizikai, de itt arról van szó, hogy fel fog támadni a két proféta, de inkább arról van szó, hogy ahogy én megértettem Tibor, aztán tényleg mindenki úgy érti, hogy Isten nekik jelenti, hogy így van. Itt a két proféta nem fizikailag fog meghalni. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor itt mindenki meg fog halni, aki követi az evangéliumot, mert nem ez fog történni itten. Hanem itt sokkal inkább az fog történni, hogy a fenevad azt mondja, a fenevad legyőzi őket, de hogy győzi le a fenevad őket, a két profétát, hogy öli meg őket. Úgyhogy minket elhallgattad, de hogyan hallgattad el minket, Tibor? Hát nem úgy hallgattad el, hogy a nagyokat mondó szájával, érted? Hallgattad el minket, mert használja a médiát, a televíziót, amiről mi leszünk majd szakítva, ki leszünk mi ebből taszítva, a médiából, vagyis a világhálóról, és az fog történni, hogy a nagyokat mondó szájával, nagy istenkáromlásokat szóló szájával az embereket elhiteti, és minket az emberek kinevetnek, érted? Hogy ezek bolondok, tényleg tiszta hülyék ember. Hát nem ilyen jó világ lett ember. Most már van mikrocsip, van pénz, amennyi kell, dögivel, fekete péntekkor lehet vásárolni, érte szarnak rá mindenre. Tehát így öl meg, így öli meg azért a fenevad a két profitát, nem fizikailag. Az, hogy lehetnek mártirok és lesznek mártirok, szerintem az is lesz. De az teljesen biztos, Tibor, hogy itt most mindenkit nem fog felakasztani. Itt ez nem erről fog szólni. És az, hogy a két proféta fel fog támadni, az azt jelenti, hogy az egyháznak a tagjai, vagy a Krisztusnak a barátjai, az ő megváltottjai, amikor jön a kemény nyomorúság, amikor az emberek meglátják, hogy a fenevad átverte őket, érted? Na akkor lesz megint súly a mi szavunknak. Így fog feltámadni a két proféta, nem pedig itt én a halottakból. Tehát mi szellemileg, nem hogy szellemileg, hanem nem meg voltunk halva, hanem el leszünk hallgattatva, de most még figyelnek ránk az emberek, Tibor, érted? Most egyfolytában jönnek az emberek a YouTube-ra is, meg mindenhova. Én hiába mondom, hogy ne iratkozzanak fel, jönnek egyfolytában, mint tényleg, tehát tömegessével jönnek. Szinte azt kell mondani. Most még az emberek figyelnek ránk, de akkor, amikor behozza a megoldást, a fenevad, az ő
az általa kitalált problémára, na akkor leszünk mi meghalva, avagy elhallgattatva. Addig, amíg mindenki számára nyilvánvalóvá nem válik, hogy a fenevad hazudott az Antikrisztus. És akkor megint fognak ránk figyelni az emberek. Akkor fogunk feltámadni. Tehát akkor ez az a jelenet, amit megadatott nekem megint Isten kegyelméből. Emlékszem, meséltem neked a pincés jelenetet, hogy lementem, és óriási dicsőítés volt, és ezek be voltak bódulva, tehát egyik drogos barátom jött oda. Emlékszel erre a történetre? Erről is beszélgettünk. Persze. Ez akkor arról szól, kérlek szépen, így, ahogy így beszélgettünk, de erről is ez már többször feljött. Ez is arról szól, hogy a 3,5 év után, amikor ugye a prófétákat elhallgattassák, tehát eltüntetik, akkor ezek az emberek, akik a fenevadnak hittek, akkor ezek fogják dicsőíteni fenevadot. Újra jó élet van, újra van lehetőség visszamenni. Persze. Tehát mint ahogy dicsőítettük eddig együtt, Tibor, tehát én is azt csináltam. Tehát én is dicsőítettem a fenevadat, mert addig, amíg nem láttam, hogy mi történik a világban, és Isten ugye nem érintett meg, hát én is a fenevad után mentem, hogy milyen motorom van, és arra még mi kéne, és meg akarom kerülni a földet a motorral, meg minden, érted? Hogy milyen motor kéne, meg akkor a napelemeket felszerelni, meg technika, hát ez mind a fenevad, érted? Hogy én itt rendezem be magam számára, menjek országát, ez a fenevadnak a rendszere. Mi más, hogyha nem ez? Tehát akkor amikor Isten megérintett, akkor már abba hagytuk a dicsőítést, a fenevadnak a dicsőítést, és azt mondtuk, hogy te, ennek nincs értelme, ez hazugság, ez maga a halál, ez tulajdonképpen szembe köpni a Krisztust, ugye? És akkor hagytuk abba a fenevadnak a dicsőítését, de viszont a világnak egy része még mindig dicsőíti a fenevadat, hogy hú, te, ezek a drónok milyen szépen táncolnak a szimfonikus zenére, ugye? Hát nem azt sem, és akkor mindenki álmékodik, hogy wow, azt a hé, azt a milyen szép, érted? Hát ez a fenevadnak a dicsőítése, hogy a technika teljesen megbabonáz bennünket, gyakorlatilag. De viszont a nyomorúságban, a 3,5 évben, az igazság az, hogy tényleg mi vagyunk a két proféta, nem hogy Tibor és én, vagy mi ketten, hanem mindenki, aki megkapta, aki megértette Istennek a szavát, mindenki a két proféta. És van, aki a Mózes lelkületével szól, hogy gyertek ki a világból, ami még nem késő, és van, aki az Illés lelkületével szól, ami ugye, hát Illés, ő próbálta megtartani, amit Mózes kihozott az Egyiptomból, Babilonból. Hogy igazából körülbelül erről van szó, a két nagy kemény proféta. Tehát a két egyikkel kihozta Isten azért a bandát az Egyiptomból, az ő népét, és a másikkal próbálta megtartani. Ugye ez a két lelkület, és most is az van, Tibor, hogy vannak, akik ugye hívják, tehát ez, amúgy mindannyian ezt kéne csináljuk. Tehát úgy igazából te vagy Illés is, és Mózes is, és mindenki, hogy amikor úgy van, akkor hívjuk, és máskor meg megtartjuk. Tehát annak függvényében mire van szükség, azt mondjuk, nem? Tehát hol a Mózes, hol az Illés lelkületével kell szőn az ember, annak érdekében, hogy amit Isten megment, az meg is maradjon, igazából. És akkor ugye az emberek most már nem imádják annyira a fenevadat, mert mindenki látja, hogy óriási bajok vannak. Persze, akinek rengeteg pénze van, és megveszi ezért a mindent, a kényelmet, és a biztonságot, meg minden, ő imádja továbbra is a fenevadat. De most van egy olyan időszak, egy ilyen periódus, ez a 3,5 év, amiről beszélsz, Tibor, hogy az emberek elgondolkodnak, és nagyon sokan megvonják a figyelmüket a fenevadtól. És elgondolkoznak azon, amit mi mondunk. Tehát, hogyha mi beszélünk, akkor csak most beszélhetünk, ami nyomorúság van. Mert az emberek ilyenkor fogékonyak az igazságra. De amikor hozza majd a fenevad a megoldást az általa kitalált problémára, na akkor úgy hívnak minket, hogy nem, hogy Mózes és Illés, hanem Kus. Ez lesz a mi nevünk. És ez a két profitának a halála. Tehát nem fizikailag fogunk meghalni, ha bár az sem kizárt, de a két proféta halála, az egyháznak a halála, az, hogy nem tudom, hogy írja, hogy hány napig lesz a két proféta meghalva? Tehát 3,5 napig, vagy 3 napig? Valahogy így, tehát az 3,5. Valami ilyesmit, akkor elvileg akkor az van, ugye, hogy
A 7 évnek a második felében megvan halva a két proféta, Illés és Mózes, avagy az egyház, senki nem figyel rájuk, mivel hogy megkapták az álmegoldást. Tehát megvan a mikrocsip, megvan az oltás, megvan a mikrocsip, és senki nem figyel rájuk. Hát mit figyeljen? Hát megvan a pénz, lehet vásárolni, minden oké, minden rendben van, menjünk vissza vakációzni, és így tovább. Zombi zenmódba. De viszont, amikor az emberek meg fogják látni, hogy tényleg az Antikrisztus volt, aki ezt az egészet megszerkesztette, és jön a nyomorúság, vagy a nyomorgattatás, meg a különböző csapások, akkor ugye megint ugye feltámad a két proféta, és az emberek megint fognak rájuk figyelni. Tehát erről szól a Jelenések könyve igazából. Dicsőséges korba élünk, az az igazság, megmondom az őszintén. És ez, amit te mondasz, ezt én még avval is alátámasztanám, Tati, hogy tegnap például voltam a Csillával a Tesco-ban, az emberek megvannak most szomorodva, tudod? Tehát a legjobb időszak arra, hogy a magot szórjuk, azok, akik megbízottunk evel. Ez egy óriási nagy lehetőség, hogy tényleg beszéljünk róla éjjel-nappal. Most ez úgy föl lelkesített engem, mert te mindjárt én leszek a Sputnik itt. Rakéta. Tényleg, én nem az oltást leszek, a Sputnik rakéta. De lehet oltás is, csak úgy szeretett dózissal, Krisztussal, érted? Az az igazság, azt láttam, és ugye milyenek vagyunk mi is emberek, hát én is azért sokszor rajta kapom magam, hogy még mennyire testi vagyok, nem vagyunk mi, ne szenteskedjünk, tehát ezt ki akarom mondani, hogy engemet is rántott le magával az a sok szomorú ember, és akkor úgy már egyszer a kasszánál elkezdtem viccelődni, hogy azért járok a Tesco-ba, hogy tudjak egy kicsit maszkolni, mert úgy hiányzott. És akkor így mindig így volt egy pár ember szegény, aki elkezdett nevetgélni, és ez is milyen intőjel arra, hogy lehet ott azt kérne mondjam, és ezt tényleg kezdek egy kicsit most már arra hajlani, egyszer meséltem neked, hogy nem akarok nagy szavakat mondani, hogy egy kicsit meg kéne balonduljak, és lehet bemegyek, és elkezdem mondani, te gyerekek, valamit Krisztusról, amit ad a lélek, és ott el kell mondani, mert ki vannak szomjazva az emberek, mert a régit most úgy érzik, hogy elveszik tőlük, meg sanyargassák őket. Ez pont nekünk a legjobb idő. Na, ezt akarom mondani. Hát az Isten gyermekeinek. Teljesen egyértelmű. És az, hogy a két proféta, hogy a jeleket, vagyis hogy tüzet hív le az égből, meg különböző ilyen csapások történnek, most már nem tudom, nem idézem most a Jelenések könyvét egészen pontosan, mert most nem olvasom, de ma úgy értve, hogy nem fogom most fellapozni, hanem a lényeget mondom, hogy az, hogy a két proféta csodákat fog tenni, ez most történik, ez most folyamatosan történik, tehát az, hogy amit látunk a The Two Preachers YouTube csatornán, ami történik a világban, Amerikában, meg a világ különböző pontjain, ez ugye, ez a két profétának, vagy az egyháznak a szavai szerint történik. Mert ők milyen szavakat mondanak? Hát azt mondják, ami meg van írva egyébként, és azzal összhangban van az, ami történik most. Indiában az a folyó, meg az a tó, meg a Amerikában a hatalmas tüzek, meg mindenhol. Ez most történik folyamatosan, és ezért ennek köszönhetően az emberek kezdenek gondolkodni. Tehát Isten tényleg megrázza a világot. Nem bosszúból, nem haragból, mint ahogy mondják, hanem azért, hogy felébreszt az emberek, hogy emberek még nem késő, gondolkodjatok el, hogy tényleg be vagytok csapva, és gyertek hozzám, amíg nem késő, mert megmentelek. Figyelj, Ati, bocsi, szabadba vágtam. Amit a média nem is mutat, nézd meg, hogy itt is már egyértelmű árulkodó jel van arra, hogy miért nem mutassák ezt a tévébe, csak a Covidot nyomják éjjel-nappal, meg a nem tudom, a Soros Gyurit itt Magyarországon. Itt, hogyha nem lenne Soros Gyuri, Magyarországnak annyi volna, komolyan mondom. Végre meg kivirágozna Magyarország, de kell nekünk a Soros. Tehát most tudom, ez nem ideillik, csak mondom. Ezt nem mutassák a médiában. A Two Preachers, amit bemutat ugye a YouTube csatorna, azt nem mutassák sehol. Mert elterelő hadművelet van az embereket, most pszichológiai hadművelet van, vagy hogy mondjátok ti, a munkot csinálta Gábor erről egy fantasztikus jó videót, és ez van, tehát mindenkinek úgy adják be, hogy most olyan nagy betegségben vagyunk, hogy szörnyű, ez ellen kell harcolnunk, tehát ez az új világrendnek a felépítése
történik, holott egyértelmű jelek vannak a világban, hogy árvizek vannak, földrengések, földcsuszamlások és nagyon kemény dolgok. Apropó új világrend, tehát emlékszel, hogy sokat beszéltünk erről, hogy tényleg van egy ilyen projekt. A projekt az létezik. Van egy ilyen elképzelés, és nekem most már teljes meggyőződésem, Tibor, hogy ezek az összeesküvés elméletek, meg videók, meg minden ugyanabból a forrásból fakadnak. Érted? Hát ők akarják, hogy tudjunk arról, hogy lesz egy új világrend. De nem lesz. Nem lesz. Nem lesz új világrend. Le van fújva a téma. Épp ez a lényeg. De az, hogy van egy ilyen szándék. Megvan már, érted? Nem kell csinálni. Igen, valamilyen szinten megvan, de abban a formában azt, hogy ők elképzelték, nem lesz. Isten nem fogja ezt megengedni egyáltalán. Sőt, az a videó, amit Kingával csináltunk a minap, hogy a természet visszavág, abban van szó arról, hogy Isten nem fogja hagyni, hogy az megalakuljon abban a formában, mint ahogy mi azt, vagy azt, hogy bereklámozta a média. Vagyis mondjam azt az underground média, tehát nem a főáramú média, hanem az ilyen összeesküvés elméletek. Tehát az összeesküvés elméletek is onnét, abból a forrásból jönnek, mint a főáramú média. Ez teljesen biztos, most már teljesen biztos. Tehát az új világrendet Isten nem fogja engedni, és már most mutatja, hogy ezt nem fogom megengedni. Hiába fantáziátok ti azon, hogy majd a robotok jönnek, és akkor majd helytetek elmennek vásárolni, meg mit tudom én, kasszálni, meg takarni, meg mit tudom én, mit fognak csinálni. Ez mind mese. És ez ugye el van ez is mondva a Jelenések könyvében, hogy a fenevadnak adatik nagyokat mondó száj, és hatalmas Isten káromlásokat mondó száj. Tehát mi az Isten káromlás? Az, hogy valaki ráhajt az ujjával, az ujjára a kalapáccsal, és akkor egyet káromkodik fájdalmában? Ne. Nem ez az igazi Isten káromlás. Hanem az, amikor istentelenséget, hazugságot szólok, hatalmas, eget, földet megrengető hazugságot szólok. Hogy igazából ez a nagyokat mondó száj, az, hogy elhiteti az emberekkel, hogy hú, milyen új világ lesz, meg minden, ez az Isten káromló száj. Tehát nem lesz új világrend abban a formában, mint ahogy az összeesküvés elméleteket szövő, meg bemutató videók mondják, ott a robotokkal, meg Szofiával, meg a drónokkal, ezt Isten nem fogja megengedni. Nem fogja megengedni. És már most jelzi, hogy mi történik, ugye, mert amikor az emberek látják azt, hogy földrengés, meg vulkán, meg a vizek meg vannak mérgezve, akkor senkit nem fog érdekelni, sem Szofia, sem Ken, sem mit tudom én, Barbie, érted? Ez a lényeg, hogy az összeesküvés elméletek is hazugságok, ugyanabból a forrásból származnak, mint a főáramú média. Tehát ők adják nekünk meg az alternatívát, hogyha mi nem hiszünk a főáramú híreknek, akkor higgyünk annak. Tehát ezt ők teszik be a szájunkba, ezeket a szavakat, pontosan, mint ahogy betették a szájunkba a vakcina mellékhatásait. Ami szinte ilyen mesébe illő ilyen hazugságok, hogy Kawasaki betegség, meg Suzuki, meg mit tudom én mi betegség. Tehát direkt arra van az egész, hogy lázítsa az embereket, az emberiséget. Persze, oda van írva, hogy a legnagyobb mellékhatása a dead, a halál, tudod? Tehát, egyértelművé tették számunkra, hogy a mellékhatásai körülbelül 100-szor veszélyesebbek, mint maga a COVID, ami amennyire veszélyes volt valaha egyáltalán, hogyha létezik abban a formában, ahogy mondják. Direkt az itt van csinálva, hogy lázadjunk. És az a legdurább az egészben, hogy amit már mondtunk már többször is, hogy épp a hívőket használták arra, hogy terjesszék a vakcina mellékhatásait, mert ők tudták, hogy ők terjeszteni fogják azt egymás között, és mindenhol. De ezt a hírt, ezt a listát én megkaptam legalább 10 helyről egy nap alatt. Mondom, ilyen nincs, apámi. Pont a hívők terjesztik a vakcina mellékhatásait, amelyet mellesleg ők akarnak, hogy mi terjesszük. Tudod, hogy ez mi történik meg, Attila? Már bocsánat, hogy mondom, ez most kemény ütős lesz, amit most mondok, azért, mert pásztorokra figyelnek, már bocsánat is, Isten lássa lelkemet, én nem akarok senkit megbántani, Ati. Isten lássa lelkemet, én vagyok a legszerencsétlenebb, legnyomorultabb ember ezen a földön. Ez azért van, és ő azért terjesztik ők, hogy egyebet ne is mondjak, hogy még mit terjesznek, mert a pásztorokra figyelnek, és úgy magyarázzák meg nekük a Jelenések könyvét, hogy lélek nélkül értik meg, és ők is szószoros értelemben a Star Wars-ba esnek bele.
szószoros értelemben lejátszodják a Star Wars, mert amikor látom, egy-egy hívő úgy beszél, mintha Star Wars-ban lenne benne. De nem is Isten dolgairól beszélgetni, egy ilyen fantázia világ, ilyen képzelgő, józan paraszti ész határai már ezerszer túlmenő dolgot, mert hogyha legalább a józan paraszti ész lenne, ezt nem tudnák elhitetni az emberrel, hogy ők így, ahogy te mondod, hogy ezt egyszerűen ezt a dumát beveszik, hogy írja, hogy halál, Kawasaki betegség, meg minden. Ahhoz elége józan paraszti ész. Érted? Igen. Hogy ez miről szól, érted? És ez nem gőgből mondom. A témához, hogy ugyanúgy, tehát, hogy nehogy valaki azt érezze, hogy mi milyen, mennyire meg vagyunk világosodva, itt nem arról van szó egyáltalán, mert mi is bevettünk nagyon sok mindent. Tehát mi is elhittünk ebből nagyon sok mindent. Az elején, az igazságkeresésünk útján sok mindent elhittünk mi is ebből. Csak az Úristen nem engedte, hogy megmaradjunk abban a hiedelemben. Ennyi az egész. És most sem hagyja, és neked sem fogja hagyni. Akár éppen videó által is kapsz egy jelzést arra, hogy várjál csak. Nem minden úgy van, mint ahogy mondják. Tehát a fenevad bélyege egyébként, apropó, itten Tibor, azt is el kell mondani, hogy oké, tehát most azt mondják, hogy mit tudom, ilyen mikrocsip van az oltásban, meg minden, kit érdekel, nem érdekel. Én tudom, hogy kinek a bélyegét vettem fel a homlokamra, ugye? Mi van a homlokamban? Hát a gondolkodás, nem? A homlokamban a gondolkodás. Tudom, hogy kinek a bélyegét vettem fel. Tehát mindig fontos hangsúlyozni azt, hogy a fenevad bélyege és az Istennek a bélyege az elsősorban hol van? Ahol mindig is volt, a mi fejünkben, a gondolkodásunkban és a cselekedeteinkben. Ez itt mondja azt, hogy a homlokán, vagy pedig a jobb kezén. Miért a jobb kezén? Azért, mert a legtöbb embernek a jobb keze az erős keze. A jobb kezével hajtja végre a dolgait. Vagy Isten dolgait, vagy pedig a világ dolgait, a fenevad dolgait. Ennyire egyszerű a képet, kedves hallgató. Most már, hogyha ezt valaki egyáltalán fogja hallani. Isten tudja, meglátja, megosztjuk-e vagy nem. Teljesen mindegy. Ha Gábornak van kedve megvágni, akkor megoszthatjuk, és nem akkor. Megosztjuk az ében a közelében. De azért így, ha véletlen mégis megtörténik ez, hogy megosszuk, ugye valójában mi is ismételjük magunkat, azért szeretem már megalázni magamat. Tehát jó mondtad, érted, hogy nem mi, hogy mi vagyunk itt az okosok, hogy mi tudunk mindent. De az az igazság, mondtam, józan paraszti ésszel nézve a dolgot is, a hívő emberek terjesztik a legjobban ezt az egészet, és ez egy szomorú dolog. Tehát tényleg őket használta föl a úgymondva a fenevad rendszere, érted, arra, hogy még nagyobb riadalmat keltsenek, nem beszélve arról, hogy azok, akik Isten nevébe beszélgetnek az emberekhez, maszkba beszélnek az emberekhez. Tehát ez ki kell mondjuk, akár mennyire ütős, vagy lehet, hogy ezért hónap fejünket fogják venni, vagy nem tudom, mi ki kell mondjuk az igazságot, hogy akkor nem ismerik a teremtő jó atyánkat, hogyha ezek az emberek mazba beszélgetnek a teremtésről. Ennyi, már az elég volt. Érted? Ezt tehát örökké elismételem, hogy hát, ha tényleg, ahogy te szoktad mondani, most te szavaiddal élek, és most olyan tűz van ezért bennem, ha meghallja egyetlen egy ember, ott hagyja az egészet, és személyesen tényleg az élet urához, mesteréhez fordul, aki nem más, mint Krisztus. Mi is ezt csináljuk. Mi is ráfigyelünk, sokszor verdődünk, Attila, verdődünk, szenvedünk mi is, gyötrődünk, elbukunk, ő emel föl, megéljük, megtapasztaljuk, ő engedi meg sokszor azt is, hogy meg legyünk próbálva. Csodálatos dolog. Tudom, hogy mi is vívódunk, nem egyszer kétszer felnőtt nagy darab férfi vagyok, nem egyszer kétszer sírom el azért magamot, hogy milyen szerencsétlen vagyok, ő tart meg engem. Az is olyan számomra egy értelmű bizonyíték volt, hogy amikor te találkoztál evel a mellékhatások listával, akkor talán te is meg akartad osztani, nem? Vagy valami ilyesmi. És akkor ugye a lélek úgy szólt neked, nem volt békesség benned. Nem volt béke. Szembesített, hogy én is a lázadást, így szószoros értelemben, nagyon jó, hogy ezt mondod, Ati. Hát amikor én megosztottam, és még odaírtam ugye én is egy ilyen dumát, a saját dumámat, hogy ugye ilyen én a nagy figyelem felkeltő, okos. Igen, ám, de a lélek jelzett, hogy te figyelj, te a lázadás szolgálat, nem látod, hogy miről szólás? Akkor úgy jöttek a megértések, úgy raktuk össze együtt,
Krisztus lelke által a puzzle darabokat is jöttek, ugye már előtte, hogy gondoskodott rólunk a Teremtő, nekem adott egy álmot, másiknak megadta ezt a megértést is, így-így, és összerak ő minket is, megbeszéljük együtt, és jönnek csodálatos megértések, tehát ezt kívánom minden embertársamnak, és mindenkinek ezt kívánjuk, Attila, tudom, te is a szíved vágya, ez az egy dolog, hogy azok az emberek, akik hallják ezeket a dolgokat, amikről mi itt ekelünk, mekelünk, mert nem tudjuk elmondani az igazságot, mi is csak ilyen tanúságtevők vagyunk, hogy mik történnek körülöttünk, azok úgy értik meg, ha személyesen Jézus Krisztushoz fordulnak, neki is ki fogja jelenteni, őt is végig fogja vezetni a keskeny úton, őt is meg fogja próbálni, föl fogja emelni, végigviszi az úton egészen, addig, amíg belelépik az ő örömébe és a dicsőségébe, és ez biztos. Ezt egy ember nem adhassa meg embernek, azért ekelünk, mi is mekelünk sokszor össze-vissza, mert nem tudjuk átadni, mi csak irányjelző táblák vagyunk, mi csak mi, amit mi kapunk, ugye ingyen kegyelemből megértéseket mi is adjuk, osszuk, ahogy tudjuk. Tehát ez van. És, na, ennyit akartam mondani erről. Hát azt nagyjából szerintem mindent elmondtunk, Tibor. Tehát a lényeg az, hogy ugye 2020, 21, 22 és 23. Van ez a, ugye ez a négy darab év, amiből ez a körülbelül ez a három és fél év összetevődik, amíg úgymond ez a Covid hisztéria, meg a koronavírus hisztéria fog tartani, és a között a vírus körüli mondjam azt, jelenségek, tehát a lázadások, meg az oltások, meg minden, ez körülbelül ez három és fél év, tehát feltehetőleg az fog történni, kedves barátaink, hogy az történik már most, hogy ez a, hogy a, tehát a koronavírusnak a megjelenése, és annak a tombolása, meg az, hogy mindenki arról beszél, még mi is beszélünk erről, ez gyakorlatilag a jelenések könyvének az első három és fél éve. Első három és fél éve is, és tehát 2023-ban feltehetőleg fog történni egy nagyon komoly dolog, amelyet az egész világ fog látni, mindenki fog látni. Tehát nem világ végéről beszélünk mi, hanem arról, hogy a jelenések könyve szerint ez körülbelül az 2023-ra tehető az a 7 évnek a közepe. És akit érdekel, tényleg én csak azt tudom mondani, amit Tibor mondott, hogy vágyakozzon arra, hogy személyesen kapjon kijelentéseket. Mert ezt többször elmondjuk, hogy csak az fog megmenekülni Jézus szavai szerint, aki hallja az ő hangját, az ő szavát. Senki más. Tehát a mi szavaink csak arra jók, hogy úgymond útjelzőtáblaként szolgáljanak, azok számára, akik még el sem indultak ezen az úton, vagy pedig azok számára, akik elindultak, de valahol eltévejedtek, valami vallásba, valami felekezetbe betévejedtek, és emberi dogmákat fogadnak el, ahelyett, hogy vágyakoznának arra, hogy az Úristen kijelentse számukra is személyesen, hogy mi fog történni, vagy hogy mire lehet számítani, vagy hogy mire kell odafigyelni. De teljesen biztos, hogy a személyes kapcsolat nélkül a lélek számára itt minden el van veszve. Tehát akinek nincsen személyes kapcsolata, annak annyi tényleg. És ezt nem ijeszgetés képpen mondom, nem akarok senkit sem megfélemlíteni, hanem elmondom a tényeket, amelyeket Jézus is elmondott egyébként. Ez a lényeg. Így van, hát azért vizsgáljanak meg mindent az emberek, amit hallva véletlenül, ugye, hogy hallják ezt, tényleg vizsgálják meg, ránk ne haragudjanak, mi azokat is megbocsájtok én mindenkinek, aki mondjuk megteszi ezt, vagy gyűlöl, mert sokan rám írogattak régebb is, hogy miket osztok meg. Én soha magamtól egyértelmű, hogy vagy őrült kéne legyek, vagy valami, hogy ilyeneket így kimerjek jelenteni, amiket kijelentettem régebb is a Facebookon, vagy Attila is, amiről beszél. Mi sem vagyunk különlegesek, mi is azt tettük, amire mindenki hív a Teremtő jó atyánk, Jézus Krisztus által személyesen forduljon hozzá, és nem ránk kell figyeljen akkor sem, hanem ő rá, mert biztos, hogy ki fogja jelenteni, biztos, hogy meg fogja mutatni az igazságot, még amíg van rá lehetőség, mert sajnos azt ne felejtsük el hozzátenni, Attila, hogy nem lesz mindig így, mert lesz időszak, amikor elvétetik a kegyelem, szomorúan mondom, de lesz ilyen.
Hát ez a három, most a két prófétának a halála végül is jelképes a jelenések könyvében, hogy a két próféta, a két ugye gyertyatartó, a két olajfa, amikor úgymond meg fog halni a két próféta. Tehát az, amikor mi nem beszélhetünk, de ez például olyan formában is megtörténhet, hogy akik tényleg nem veszik fel magukra a fenevadnak a bélyegét, ugye háttérbe lesznek szorítva, még az is meg lehet, hogy nem lesz ilyen internet szerződés, tehát nem lesz jogunk nekünk például az internethez, vagy a telekommunikációhoz. És akkor nem fogunk mi erről beszélni. Persze élőben, akivel tehetjük, mindenkivel beszélni fogunk. De viszont még az is megtörténhet sajnos, kedves agatók, hogy az ilyen fajta videókat le fogják teljesen tiltani a világhálóról. Pontosan azáltal, hogy az ember nem oltatta be magát, neki nem lehet szerződése a világháló szolgáltatójával. És akkor kész. Akkor maradnak a főáramú hírek, az Origo.hu, a HVG, a Hír TV, az RTL Klub, meg a társai. És akkor pontosan akkor ez azt jelenti, hogy a két profita meg van halva, látszólag. Látszólag. Na hát, röviden ennyit részemről, Tibor. Amúgy még csak azt akarom mondani, ismételni ezt is nyilván, mert ezt már többször elmondtuk, hogy amit mondasz, Tibor, hogy azért beszélünk, hogy aki ezt hallja, vágyakozzon arra, hogy legyen egy személyes kapcsolata az élő Istennel. Miért mondjuk mi folyton ezt? Azért, mert Jézus maga is ezt csinálta. Hát ő azért ment el, a fizikai testére azért vitte el innét, hogy akik hallották az ő szavát, és megismerték őt, azok vágyakozzanak a személyes kapcsolatra. Tehát ő azért ment el közülünk, ugye? Tehát azért hagyta itt ezt a világot fizikailag, azért emelte, védett fel, hogy lélek által járunk, avagy aki őt megismerte és őt követte, az megteljen tűzzel, lélekkel, legyen személyes kapcsolata az élő Istennel. Tehát mi is ezt csináljuk. Hogy aki ezt hallja, amit mi mondunk, ne azt akarja, hogy akkor mostantól minket kövessen. Nekünk nincsen szükségünk követőkre. Persze, így van. Hanem azért mondjuk, hogy mindenki megkívánja ezt a kapcsolatot is, és azáltal megmeneküljön. Mert Jézus azt mondta, akinek nincsen személyes kapcsolata, az nincs ahogy megmeneküljön. Mert ő mindenkit személyesen megszólít, a nevén szólít, és kivezet ebből a világból, ebből a rendszerből. Azt szoktam mondani viccesen, hogy ugye, hogy Isten ments, hogy engem kövessetek, hát akkor talán meg fogtok ismerni egy hülyét, tehát Istent kell követni mindenkinek, és ezt mindenki a saját szíve szerint megkapja, tehát nem kell aggódni ezen és görcsönni, hogy az Isten nem jelenti ki magát mindenkinek, mert Krisztus ezért volt itt, ezért jött, és tényleg őszintén hát 4 evangéliumot, hogyha az ember olvassa, egyértelmű kijelentései vannak Jézusnak erről, hogy személyes dolog, ő hozzá kell fordulni. Ezek, hogy milyen érdekes dolog történik, mert ilyenkor mindig kijön, amikor így beszélgetünk. Hát mi tényleg örökké csak ismételjük magunkat, és biztos meg vagyok győződve, hogy az, amit a lélek ad nekünk, hát ezt sokszor ki se tudjuk mondani mi. Ezért személyes, már ez elég ok arra, hogy személyes, tudod? Makogva mondjuk el mi is. Egyik makogva, másik ismételve, sőt már olyan dolgokat mondunk, érted, hogy hihetetlen. Na. Ennek, hogyha fel fog kerülni az internetre, még az is lett a cím, hogy 2023 ennek a beszélgetésnek, mert tényleg úgy körülbelül akkora tehető. Hát ha valaki számára még kérdés, hogy a Covid-dal kezdődött az utolsó 7 év, akkor nyilván számukra ez nem mond semmi, de akinek nyilvánvaló, hogy ez a Covid, meg a koronavírus hisztéria, ezzel kezdődött el az utolsó 7 év, azok számára körülbelül érthető, hogy miért 2023. Tehát abszolút lehetséges. Megértettem a Tibort, hogy miért ragaszkodott ez annyira. Te figyelj, nagyon is. És mondom, nagyon vezetett engemet is a lélek arra. 3 éjszaka nem tudtam a Tibor miatt jól aludni, mert egyfolytában mondta, hogy beszéljek vele, és amikor elkezdtünk beszélni, megjött ez a megértésem, az én álmom, ahogy összeraktam az egészet, tudod, a pázelek, és a Tiboré. Tehát mi nem azt jelentjük ki, Attila, hogy ez mi nem jósolgatunk, mert sokan volt már nekem, mondták olyat, hogy na, te látom, megjósoltad, mondom, de ahogy jósoltam, mondom, én nem jósolok, én csak kijelentem azt az igazságot, amit az Isten megmutat, nem jósolgatunk mi. Ha hozzá fordul személyesen, neked is kijelent. Tehát
Érted? 2023 az én meggyőződésem szerint azért fordulópont lesz, de óriási. Sőt, nem tudom, azt akartam még mondani, hogy beszélgettünk, hogy ez a kegyelmi időszak is, amíg elvétetik, arra is kinek van szüksége, Attila? Az embernek, mert a kegyelmi időszak elvétetik, egy ideig vétetik el, ha jól értem, igaz? Hát igen, mert majd meglátják, meglátja az egész világ végül is, mert azt mondja Jézus, hogy tehát mindenki látni fogja, az egész világ látni fogja azt, ami történni fog. Tehát a profit, a feltámadást, meg a felvitatést, azt mindenki fogja látni. Feltehetőleg én legalábbis úgy értelmeztem, aztán nem tudom, meg kell nézni én is. Mit mond a jelenések 14-ben, azt hiszem, vagy 13-ban, az a boldog ember az, aki mostantól fogva az Úrba hal meg. Tehát ez egyértelmű kijelentés számomra, Attila, hogy az a elkövetkező kegyelem nélküli világ, ami jön a fenevadnak a teljes elfogadása és az ő által a kínált rendszer. És talán az fog tartani még 3 évet kb. Összesen. A szörnyű lesz, mert azt mondja jelenésekben, a 14-ben vagy hol, hogy boldog ember az, aki mostantól fogva az Úrba hal meg. Ez az első 3,5 évben érvényes. Igen. Mindig érvényes, de ilyen erőteljesen kijelenti. És így most, hogy letesszük, el is fogom olvasni. Akkor képzeld el, milyen lesz a következő 3 év, legyen 3,5 év, vagy nem tudom mennyi. Bízzuk a Teremtő jó Istenre, én nem akarok itt bele okoskodni. Minden hatalom, dicsőség az övé, hogy az milyen lesz, amikor annélkül halnak meg az emberek. Igen. Nem az lesz az, hogy kívánják a halál, de nem tudnak meghalni, valami ilyesmi. Hogy ez már vége fele van. Hát ez is lehet főképpen, amikor az emberek megtennek ilyen műszervekkel, hogyha lesz ilyen, persze, ilyen műszív, meg művesen, meg minden. Meg ugye sok borzalomnak a látványa. De amúgy ezt arra is lehet érteni, hogy ez maga a pokoli állapot, Tibor, tehát még egyszer nem tud meghalni az ember. Ha én meghaltam a bűneimben, a hazugságaimban, akkor én majd kívánnék meghalni, de halál elmenekül előle. Tehát én, amikor a fizikai testem nekem meghalt, úgymond, és bekerültem abba az állapotba, akkor én magammal vittem minden gonoszságot, minden hazugságot. És akkor majd kívánnék elmenekülni, és kívánnék meghalni, nem tudok meghalni. Ez a lényege, ez a pokoli állapot, nem? Persze, ezt ismerjük mi. Tehát itt ugye még az ember, hogyha kíván meghalni, akkor még megtörténhet az, hogy Isten megmenti őt. De ott már, ott kívántok meghalni, még egyszer nem tudok meghalni, úgymond. Hanem azt el kell szenvedjem, azt ezért, azt a borzalmat, amit én felhalmoztam itt a fizikai földi életemben. Nézd meg, még a bukott élet is mekkora ajándék és kegyelem az Istentől, hogy visszavezessen az eredeti állapotba, mert erről szól az egész. Igen.